Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma délutáni rendezvényünkön. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság Informatika Történeti Fórumának a mai rendezvényén. Tik József vagyok, az ITF elnöke. Ha megnézzük a meghívót, akkor a cím, amelyet a mai rendezvénynek adtuk, a gyógyszerkutatás alátámasztása számítástechnikával és mesterséges intelligenciával. Egy nagyon érdekes cím, eléggé távol esik azoktól a területektől, amikről mi itten szoktunk beszélgetni, mert itt az informatika alkalmazásának sokszor a technikai része, azok a fejlesztők kerülnek előtérbe, amelyek különböző eszközöket, gépeket fejlesztettek, és egy nagyon érdekes délutánnak nézünk elébe, hogyha megnézzük az előadások címeit. Ha egy picit visszagondolunk, akkor 4,5 évvel ezelőtt nem ülhettünk volna itt a teremben. Ugye valamikor 2019 vége felé jött a hír, hogy egy kínai városban elszabadult valamilyen vírus, valami tüdőgyulladásos járvány van. Erről legyintettünk, hogy Kína messze van, ez minket hót nem érint. Hát pár hónapra rá, március 11-en WHO már bejelentette a világjárványt, és onnantól kezdve nagyon komolyan kellett venni, ugye nálunk is lockdown volt, nem volt jelenlétes oktatás, hirtelen meg kellett tanulnunk használni az online eszközöket, előtérbe került a Teams, a Google és a többi ilyen alkalmazás, és közben elkezdtek dolgozni a cégek, a gyógyszerkutató cégek azon, hogy hogyan, milyen ellenvírus, milyen ellenszerrel lehet védekezni, milyen oltás és különböző nagyon intenzív fejlesztések indultak el. Először a kutatás, aztán utána a gyártásnak a megteremtése, a gyorsaság, illetve a minőség szó szerint emberi életeket mentett. Aztán jött a maszkos korszak, ugye megtanultunk maszkot viselni, kezet mosni, és így tovább. Hál' Istennek már ez már elmúlt, és most már jelenléttel találkozhatunk, illetve tarthatunk meg ilyen előadásokat. Az minden esetre megmaradt, hogy ma már az online megbeszélések azok nagyon elterjedtek. A távmunka azóta előtérbe került, általában 3+2-ben dolgoznak a cégeknél, úgyhogy van ennek azért pozitív hozadéka is. A mai délutánon megismerkedhetünk egy teljesen hasonló területtel, a gyógyszerkutatás, illetve a gyógyszerfejlesztésnek a területével, és ahhoz, hogy egy szakavatott vezetőnk legyen ezen a területen, azért felkértük dr. Darvas Ferencet, aki a mai előadások közötti levezető elnöki feladatot elvállalta. Köszönjük szépen! Engedjék meg, hogy bemutatásként egy rövid önéletrajzát ismertessem Darvas úrnak. Dr. Darvas Ferenc gyógyszerkémiából, számítástechnikából, szabadalmi ügyvitelből szerezte diplomáit, a kandidátusi fokozatát pedig kísérleti biológiából. Meghívott előadóként és professzorként oktatott Spanyolországban, Ausztriában, az USA-ban és Magyarországon. Jelenleg vendégprofesszor a MATE Szegedi Tudományi Egyetem tiszteletbeli szenátora. Nevéhez 5 könyv, 200-nál több publikáció, 140-nél több megadott, illetve többnyire megvalósított szabadalom fűződik. A 70-es években kezdte mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásait, amely során eljutott a mai és ma is használt gyógyszer kémiai alkalmazásokig. Szoftvereivel a 90-es években robotizált gyógyszerszintézist valósított meg, mindenre és nanotechnológiai eredményeire vállalatai jelentős 100 millió dollár feletti tőkebefektetéshez jutottak idehaza és az USA-ban. Több mint 20 céget alapított, többségüket befektetők vették meg. Eredményeit sikerrel alkalmazta az űrben végzett gyógyszerkémiai kutatásban is. 2017 és 21 között szervezte a világ első űrkémiai szimpózium sorozatát az Amerikai Kémikusok Egyesületet ACS keretében.
A tudomány és innovációs szervezési tevékenysége keretében 3 nemzetközi és 2 hazai szakmai egyesületben volt alapító, majd elnök 2006-23 között vezette a Gábor Dénes díjazottok klubját. Dr. Darvas számos kitüntetésben részesült idehaza és az USA-ban, így az MTA, a MIS, az STNH díjak és az R&D 100 innovációs díj az USA-ból. Többszörös kitüntetettje, a Magyar Köztársaság érdemben közökkeresztjének birtokosa, ACS Fellow. Köszönjük szépen, hogy elvállalta a mai levezető elnöki feladatokat, és akkor én ezennel át is adnám a szót.